Két éve is jó rajtpozíción volt, mégis katasztrofális lett a futam, sok problémával, defektekkel. Ezen a hétvégén szeretném ezt kijavítani, és ezúttal jobban csinálni. Mindig is jó kapcsolatom volt Portugáliával, már 5-ször sikerült nyernem. Szóval örülök, hogy itt lehetek. Mint mondtam, a terv, hogy helyrehozzam azt, amit 3 évvel ezelőtt rosszul csináltam. A portugál WRC futamnak vágott neki ezekkel a szavakkal Sebastian Ogier a Toyotával. Mivel a rali világbajnokság a horvát aszfalt után Murván folytatódott, fontos volt az első napon a jó rajthely, hogy ne veszítsenek sok időt a versenyzők az utak takarításával. A Hyundai pilotája ottanak is ezt emelte ki a verseny előtt. Azt mondanám, hogy a rajtpozíciónk nem túl rossz. Szóval igen, rendben kell lennie, de az biztos, hogy keményebben kell nyomnunk. A raliban megszokhattuk, hogy vannak tervek és vannak tények, a kettő pedig nem mindig fedi egymást. A 8-szoros világbajnok számára ez már az 5. gyorsasági végére bebizonyosodott, a szakasz végén arra a kérdésre, hogy mit lehet mondani a gyorsaságiról, csak ennyit válaszolt. Nem sokat. Gumit cseréltünk. Ráadásul a navigátorával sem tudott rendesen kommunikálni, mert az átbeszélőjük is meghibásodott. A csapattárs Kalle Rovanperä már sokkal vidámabb volt, pedig sok oka nem volt a mosolyra a forróságban. Csak egy dolgot mondhatok. Fekete autó plusz ez a hőség egyenlő az izzadsággal. Amúgy minden oké. Izzadság Takamoto Kacsuta arcán is volt, ő mégis mosolygósan nyilatkozott, mert vezette a versenyt. Persze jó ebben a pozícióban lenni, de a délután újabb kihívás lesz. Úgy értem, nagyon durva lesz. Szóval igen, próbáljuk tovább nyomni és meglátjuk. Igazuk lett, durva lett a délután, főleg a csapattárs Elfyn Evans számára. Evans navigátor a Scott Martin némi vitába keveredett az adminisztráció során, és miután visszakapta a menetlevelet, bepattant az autóba. Viszont az itinert közben valahol elhagyta, így aztán némi tanácstalanságot követően előkapta a mobilját, és onnan olvasta a kanyarokat. Arról viszont nem a rögtönzött megoldást tehetett, hogy defektet is kaptak, így elveszett az esélyük a jó eredményre. Evans ennek ellenére mosolyogva értékelte navigátora teljesítményét. Nagyon-nagyon jól csinálta, de legközelebb jobban járunk, ha vigyáz a könyvre. A nap végén Rovanperä vezetett, Ogier 1 másodperccel lemaradva követte, majd Kacsuta állt a 3. helyen 5 másodperc alatti hátránnyal, sőt a 4. Tanak is csak 5,4-re volt. A 2. napon a 11-es gyorsasági volt a vízválasztó, Elfyn Evans itt megforgott egy lassú jobbos kanyarban. Kalle Rovanperä a fák közé repült a Toyotával, és aznapra véget is ért a versenye. Thierry Neuville lecsúszott az útról, és elveszítette a Hyundai első lökhárítóját. A WRC 2-ben induló Oliver Solberg autója pedig 3-szor pördült át a tengelye körül. A következő szakaszon Kacsuta autójának felfüggesztése is eltört, és ettől kezdve Ogier és Tanak csatázott a győzelemért. A francia annyira koncentrált, hogy a 16-os szakasz végén ő kérdezte meg a riportert, hogy mennyivel volt gyorsabb Tanaknál. 4,1 másodperccel gyorsabb. Jól hangzik, köszönöm, mondta Ogier, és már is ment tovább. Ott Tanak aztán meg is magyarázta, miből ered a 4 másodperces különbség. Furcsa hibával küzdött. Mintha a motor folyamatosan tolna, elemelem a lábam a gázról, de a motor menni akar, szóval úgy tűnik, jobban érdekli őt, mint engem. Még az élen csatáztak, szegény Evans már csak abban bízott, hogy legalább a zárónapon nem lesz semmi gondja. Azonban az utolsó előtti szakaszra is jutott a portugáliai veszőfutásból, túlmelegedett az autó motorja, emiatt elkésett az utolsó gyorsaságiról. A zárószakasz előtt szép pillanatokat élt át a rali társadalom. A WRC történetének legeredményesebb női versenyzője, Michelle Mouton bejelentette, hogy 2024 végén visszavonul. A 4-szeres futamgyőztes 1982-ben második lett a világbajnokságon, 2010 óta pedig az FIA biztonságért felelős csoportjának vezetőjeként dolgozik. A portugál rali zárószakaszát végül Thierry Neuville nyerte, és 3. lett a versenyen.
Ott annak mindössze 1/10 másodperccel volt lassabb, de a futamon csak második lett, mert a Power Stage-en harmadik rovanperra mögött Ogier lett a negyedik, és ezzel megnyerte a versenyt. A 8-szoros világbajnok 60. WRC futamgyőzelmét szerezte, Portugáliában pedig 6. nyert, és ezzel megelőzte az 5-szörös győztes Marco Alaint. Újra nyertem. Őszintén szólva nem gondoltam, hogy valaha is összekötik a nevem Marco Alainével, hiszen ő egy legenda. Évek óta kérdezgetik tőlem, hogy mikor döntöd meg ezt a rekordot. Nem tudtam válaszolni, de most végre megtörtént, és nagyon boldog vagyok. Remek hétvége volt. Sajnos nem az egész csapat számára, de mindent megtettem, hogy a maximum pontot hozzam nekik, és igen, ez most jó érzés. Ott annak a második helyével és a Power Stage második helyel összesen 26 pontot gyűjtött Portugáliában. A keserédes mosoly nem is ennek szólt, hanem annak, hogy a 337 kilométernyi gyorsasági szakasz után mindössze 7,9 másodperccel kapott ki Ogier-től. Nyilvánvalóan kihívásokkal teli hétvége volt, de mi mindent megtettünk. Mondjuk ez általában nem megy így a ralliban, mert ha nem érzed jól magad az autóban és támadásba lendülsz, akkor annak általában nem lesz jó vége. De ez a hétvége kifizetődött, így most határozottan örülök, és remélhetőleg sikerül apránként javítani a helyzetem.